9 régió 72 gyermekotthonának csapatai versengenek azért, hogy közülük a legjobb ott lesen az Európa Kupa döntőjében. Az elmúlt hétvégén Tiszadobon a régiós döntőben 9 csapat mért összetudását. Ez a grassroots torna arról szól, hogy a gyerekek, akik állami gondoskodásban élnek, minél többször, minél több alkalommal lehetőség szerint futballozzanak, sportoljanak. Ez egy regionális döntő, mint ahogy a nevében egy-két megyéből jöttek össze a gyermekotthonokból, lakásotthonokból a csapatok. 2011 óta a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködési megállapodása van a Hit és Sport Alapítványnak a tekintetben, hogy ezeknek a gyerekeknek országos lefedettséggel házi bajnokságot, regionális döntőt, országos fesztivált rendezzen, majd egy nemzetközi torna a végeredménye ennek a sorozatnak. Az egészséges életmódért Hit és Sport Alapítvány és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös programját az UEFA Végrehajtó Bizottsága 2013-ban az év legjobb európai grassroots projektjévé választotta. A kitüntető díjat Oszlóban vett át az alapítvány képviselője.